Heti híradóval köszöntöm a Bábolnai Televízió nézőit. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn. Széchenyi István ezen gondolatával köszöntötte a megemlékezőket Veresnész Kocsek Mária alpolgármester március 15-én a Szabadidő Központban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára szervezett megemlékezésen. Az ünnepi beszédet Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő mondta. A forradalom célját úgy boncolgatta, hogy a célkereséshez a forradalom tanúit és a kor formálóit hívta segítségül, Arany Jánost, Kossuth Lajost, Deák Ferencet és Széchenyi Istvánt. Idézetek láncolatával ábrázolta a korszakot, a magyarság harcát. Jelszavaink valának haza és haladás, mondja Deák Ferenc. Ugyanez kiegyezéskori visszatekintése a forradalomról, de az is tőle származik, amit mindenkor szeretünk elménkbe és szívünkbe vésni, a haza minden előtt. Deák a szó legszorosabb értelmében volt a kiegyezéskori vitákban a magyar nemzet 1848-ban kivívott szabadságának prókátora. Vitáiban nem tűrt megalkuvást, nem tűrt percnyi érdekek diktálta elvtelen kompromisszumokat. Ezt is ő mondja, kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatni semmiért nem szabad. És jöjjön Arany János, akit ugyan lírájáról, verseiről, még talán az őszikék is eszünkbe jutnak, ismerünk, kevesebben olvassuk politikai visszaemlékezéseit, esszéit és prózáját. Arany János maga, mint író, mint gondolkodó, mint a legnagyobb szókincsel bíró magyar író, versei és írásai során egy újabb dimenzióban, a keresztény, európai és magyar dimenzióján értelmezik és keresik a forradalom lélekben és elmékben megszületett magyar szabadság eszményét. Egyik írásában is elemzi és keresi a választ a lázadás és a forradalom közötti különbségre. Azért fontos ez, mert a bécsi udvarban a márciusi ifjakat, a forradalmárokat csak lázadónak, csőcseléknek nevezték. Az ünnepi beszédet követően a Cseperedők Néptánc Együttes egy táncszínházi produkciót adott elő az ünnepi alkalomra. A megemlékezés a régi temetőben, majd a Hősi kapunál, végezetül a Bábolnai csata emlékműnél folytatódott, ahol a megemlékezők néma főhajtás mellett helyezték el az emlékezés koszorúit és virágait. A Hősi kapunál a bábolnai harsonások is közreműködtek. A helyszíneken koszorúzott a Bábolnai önkormányzat, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés és a Bábolna Nemzeti Ménes Birtok Kft. Képviselete. Koszorúztak továbbá az IKR Agrár ZRT, a Fidesz bábolnai szervezete, az MSZP bábolnai szervezete, a Petko Szanner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium, a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete, a helyi vörös keresztesek és a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete a Bábolnai Általános Iskolába is visszatért a 170. évfordulón. Március 14-én az iskolában az anonim drámacsoport adott műsort, akik a forradalmi események láncolatát idézték fel. A diákságot Veresnész Kocsek Mária pedagógus, a drámacsoport vezetője köszöntötte, majd a színpadon vetített képekben tűnt fel a Pilvax kávéház, az ikonikus 12 pont, a múzeum lépcső, a szabadságharc nagy alakjainak portréi. A drámások a nemzeti színű kokárdával a mellükön szónokolták a kor nagy kiáltványait, verseit és a magyar haza kívánalmait. Testvéreim! A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés! Legyen béke, legyen egyetértés, legyen szabadság! Követeljük jogainkat! Követeljük! Követeljük! Követeljük!
szabadságát, a cenzúra eltörlését! Feles minisztérium volt Budapesten! Évenkénti országgyűlés Pesten! Törvény alatti egyenlőséget! Polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrséget! Közös tervviselés képviselet egyenlőség alapján! Az úrbeli viszonyok megszüntetése! Esküdszéket! Nemzeti alkot! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre! A külföldieket vigyék el tőlünk! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Uniót, vagyis Erdélynek Magyarországgal egyesítését! És bízzon ön erejében és az igazügy istenében. Egyenlőség, szabadság, testvériség! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Az iskola hívogató elnevezésű rendezvénysorozata keretében Gergely járás rendezett a Bábolnai Általános Iskola az óvodában a második B osztály bevonásával, hogy bemutassák a Gergely járás szokását. A régi időkben, amikor még nem volt kötelező iskolába járni, március 12-én Gergely napján a diákok házról házra jártak, hogy katonai mintára toborozzák a gyerekeket a püspöknek, huszárnak öltözött szereplők, akik versekkel, énekekkel csalogatták iskolába a kicsiket. Dr. Barsi Ernő tanárunknak a könyvéből találtuk ezt a műsort. Ezt én már korábban más iskolában is bemutattam a gyerekekkel, és nagy örömmel készültünk fel az énekórákra ezeken, erre a feladatra. Hogy látja, miért fontos az, hogy több programon keresztül is ismertessék az ovisokkal az iskola tevékenységét, barátkozzanak az iskolásokkal az ovisok? Hát a Gergely-járás olyan szempontból fontos, hogy megőrizzük a hagyományainkat, ez magyarságtudatra nevel bennünket és a gyermekeinket, példát adjunk, példát nyújtsunk számukra, és megismertessük a gyerekekkel, a leendő iskolásokkal az iskolai életet. A Gergely-járás néphagyományával szívesen foglalkoztak a gyerekek, az énekórák keretében ismerkedtek a hagyományhoz kapcsolható versekkel, dalokkal, ezzel is gazdagabbá válva, hiszen ez egy új tudás forrása számukra. A már kinőtt, feleslegessé vált ruhanemük közt válogathattak a bábolnai szülők szombat délelőtt a szabadidőközpontban megtartott bababőrzén. A vásárt helyi anyukák szervezik, és immár 3 éve volt az első alkalom, mely a többit előrevetítette az első sikere révén. Korábban az interneten találtak gazdára egymás közt a kinőtt gyermekholmik, a bőrzén azonban a kicsikre rápróbálhatják az árut az anyukák, ez az igazi haszna a vásárnak. Mindenki szívesen eljön személyesen is, mégiscsak más, hogyha meg tudja nézni, meg tudja tapogatni itt a ruhákat, játékokat. Évközben ugye az is egy praktikus dolog, de ilyenkor összejönnek az anyukák, kicsit beszélgetünk, aki egyébként nem szokott találkozni a gyerekeket, megnézzük ki, mekkorát nőtt, úgyhogy ez egy ilyen közösségi élmény is. Ezúttal 13 asztalnál folyt az árusítás, tavaszi-nyári ruhanemükből lehetett válogatni, és nagy sikere volt a játékoknak is, amelyek közt igazán kiváló minőségű portékákat láthattunk. A kicsik számára az egyik sarkot foglalkoztatónak alakítják át minden alkalommal. Van-e jótékony célja a mostani tavaszi bőrzének? Igen, ezt is mindig úgy szervezzük, hogy itt az egyik sarokba össze lehet gyűjteni azokat a ruhákat, amiket a rászorulóknak szánnak, és ezeket továbbítjuk a Családsegítő Központba. Felajánlásként beérkező adományok mindig a Bábolnai Alapszolgáltatási Központba kerülnek, akik segítenek a ruhanemük szétosztásában.
Március 24-én szombaton 13:30-től 9. alkalommal szervezi meg a Cseperedők Néptánc Együttes a Bábolnai Önkormányzat támogatásával a Tipegő Megyei Gyermek Néptánc Fesztivált a Szabadidőközpontban. Az ígéretes eseményt dr. Horváth Klára polgármester nyitja meg. A rendezvény során számos tájegység táncait felvonultatják a megye gyermek néptánc csoportjai, a sokszínű népviselettel, autentikus magyar népi muzsikával és nemzetünk hagyományos táncaival kiváló hangulatot teremtve a színpadon és a közönség soraiban egyaránt. Az esemény során a résztvevő együtteseket szakmai zsűri minősíti. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az ingyenes eseményre. Március 24-én és 25-én már 12. alkalommal tér vissza a város rendezvény naptárába a Magyar Sonka Lovagrend Egyesület szervezésében a Sonka Fesztivál, mely hagyományos esemény ismét felvonultatja a húsvéti sonkák fergeteges kínálatát a bábolnai kiállítócsarnokban. 12 sonkagyártó kínálja majd a portékáit, a sonkán kívül kolbászok, szalámik és más termékek is kerülnek a vállalkozások asztalára. Idén is lesz vásár, és gazdag gasztronómiai kínálattal várják az ideérkezőket. A szórakoztatásra is gondolnak a szervezők idén is, ezért színpadi produkciók sorát vonultatják fel. A részletes program megtalálható a www.sonkalovagrend.hu oldalon. A sereghajtó Pét otthonában vendégszerepelt március 17-én NB1-es teke csapatunk. Legényeink átlagos teljesítmény nyújtottak, de ez kevés volt a hazaiak legyőzéséhez, akik eddigi legjobb formájukat hozták. Az ifjúsági csapat viszont döntetlent követően több dobott fával nyerni tudott. PTMT-e Bábolna Ese 6-2, IFI 1-3. Már a második mérkőzése maradt el a BSE labdarúgó csapatának, ugyanis a pálya táton sem volt alkalmas a játékra. A Zsámbék elleni találkozót május 9-én 17:30-tól játsszák Bábolnán, a Nyergesújfalu elleni találkozóra pedig április 18-án 17:00-kor kerül sor Nyergesújfalun. Híreink végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, heti híradónkat látták.